Az OKI-s tanfolyamok közül nők körében inkább a pénzügyi-gazdasági tanfolyamok a népszerűek, a férfiak pedig nagyobb arányban jelentkeznek ipari képzésekre, azon belül is a gépkezelői terület az egyik legnépszerűbb. Derül ki a Perfect ZRT felméréséből. A felnőtt képző intézmény adatai alapján a társadalombiztosítási ügyintéző, a bérügyintéző, a sportedző, a vállalkozási mérleg képes könyvelő, valamint a pénzügyi számviteli ügyintéző most az öt legnépszerűbb OKI-s képzés. Miért népszerűek ezek? Hát egyrészt, mert szükségszerű, a gazdaságnak szükség van ezekre a végzettségekre, illetve a sportedző esetében pedig azért, mert ahhoz, hogy ő edzőként végezze a munkáját, akár labdarúgó, akár kézilabda, röplabda vagy kosárlabda edzőként, erre az OKI-s végzettségre szüksége van. Aki nem került be egyetemre, annak jó alternatíva lehet egy OKI-s képzés elvégzése. De nem csak azért, mert diák igazolvánnyal járhat, vagy később a felsőoktatási felvételinél akár többletpontot is jelenthet egy-egy OKI-s végzettség. Magyarországon jelenleg a szakképzett munkaerőből van hiány, így sok olyan képzés indul, mely gyorsan szakmát is adhat az ember kezébe. A nappali iskola rendszerű képzés mellett népszerű a felnőtt képzés is, ezzel ugyanis rövid időn belül rugalmas időbeosztásban szerezhető olyan piacképes szakma, melyel gyorsan és jó fizetéssel el lehet helyezkedni a munkaerőpiacon. A felnőtt képzésnek egyik jellemzője az, vagy a fő jellemzője az, hogy rugalmas. Tehát általában, amikor jelentkezik a munkaerőpiacon egy lehetőség, vagy egy hiátus, akkor azonnal, nem csak szeptember 1-től, hanem akár decemberben, amikor egy-egy csoport összejön, akkor lehetőségünk van arra, hogy indítsuk azt a képzést. Itt ebből azt tudom mondani, hogy azért is rugalmasabb, mint az iskola rendszerű, mert folyamatosan, illetve igazodunk a hallgatóknak az elvárásaihoz. Egyre több fiatal jelentkezik OKI is, vagyis az országos képzési jegyzékben szereplő képzésre, a tavalyihoz képest pedig tovább növekedett a 15 és 24 év közötti jelentkezők száma. Bár az állam 2015 óta két OKI-s bizonyítvány megszerzését biztosítja térítésmentesen, ez nem azt jelenti, hogy minden OKI-s képzés ingyenes lenne. Jelentősen lecsökkent azoknak a felnőtt oktatási intézményeknek a száma, ahol ingyenesen lehet szakmát tanulni. Ráadásul nem is minden az országos képzési jegyzékben szereplő szakma végezhető el államilag támogatott formában, egy részük csak fizetős felnőtt képzésben tanulható.